Miután találkoztam nagybátyámmal, napokon át más sem csináltam, mint gyerekkoromra, gyerekkori barátaimra emlékeztem. Pesdítően hatott rám a nyomozás. Különös emlékképek rohantak meg, hol részletgazdagon, hol csak mint benyomások, valahogy úgy, mint amikor tökéletesen felismerhető az álom helyszíne, mégsem tudjuk megnevezni, összemosódik álom és valóság, sőt a személyek is. Már nem tudjuk, mit élták át mások, és mit dolgoztunk fölim már saját élményként kételjeimet erősítette, amikor rájöttem, hogy anyám hamis emléket őriz Joao George meggyilkolásának másnapjáról. Hallotta, persze, hallotta a kiáltozást. Nekem is ő mondta, hogy biztos aludtam már, de nagyanyát későn feküdt. Ez igaz volt. Nagymamám mindig nagyon későn tért aludni. Vacsora után leült a kanapéra egy tál gyümölcsel, meghámozta, lassan elmajszolgatta. Elelbólintott. Éjfél után fölébredt, csak ekkor mosogatott el. Az új nap első zaja volt számunkra az edény csörömpölés. Nagymamám ekkor hallhatta a kiáltozást. Sön volt a lakásban az egész épületben. Oda a konyha kikukkantott. Csak hogy anyám nem emlékezhetett rá, hogy mi történt másnap, mert akkor éppen Luxemburgban volt, és egy kínai vendéglőben dolgozott. Január elején utazott el néhány nappal a második fél év kezdete előtt, én pedig elsőbe jártam. Nagymamám számtalanszor elmesélte a történteket, de anyám csak akkor hallhatta, amikor 1985. júliusában hazajött, és hozott öt szolídó matchboxot. Míg anyám emigrációban volt rajta, mutatkozni kezdtek a depresszió első jelei. Néha már ébredéskor biztos voltam benne, hogy nem érem meg a nap végét. Este pedig féltem elaludni attól tartva, hogy álmomban ér a halál. A jegyeim romlottak az első fél éviekhez képest. Nagymamám kétségbeesésében elvitt egy Bajsede bánhérai pszichológushoz. A rendelő ablakából rá lehetett látni a vasútra. Az orvos indiai származású volt. Amikor megpillantottam, úgy éreztem, nincs nála intelligensebb ember a földkerekségen. Míg nagymamám elhadarta a tüneteimet, melyeket azzal magyarázott, hogy nem az apámmal élek, és most még az anyám sincs itthon, hozzátéve, hogy anyám azért ment nélkülem, mert így könnyebb volt munkát találnia, és megszerezni a szükséges papírokat, az orvos figyelmesen nézte, és nagymamám zavaros beszámolójából már is kikristályosította a lényeget, ahogy különösen intelligens, ugyanakkor empátiára képes emberek teszik. A végén fölírt nekem néhány vitamint nem javulhattam valami sokat, legalábbis nem eleget, hogy nagymamám megnyugtatónak ítélje az állapotomat. Biztos voltam benne, hogy halálos beteg vagyok. Elfogadtam tehát a betegséggel járó testi tüneteket, a rekedséget, a foltokat, a kezemen, a hasfájást, mint aki kénytelen belenyugodni valami elkerülhetetlen, néven sem nevezhető rosszba. Gyászos gondolatok villódzásában teltek napjaim. A halál gondolatától megszállottan vártam, hogy valami rendkívüli történjék, legyen az a tulajdon halálom, vagy épp az a tény, hogy tovább élek. Főleg a péntektől tartottam. Egyetlen családtagom, akinek a halálára emlékezhetem, a dédanyám volt, anyám nagyanyja. Egy pénteki napon halt meg. Állandó rettegésben töltöttem a napot. Azt kívánva, bár csak ne érne véget. Attól féltem, ha beesteledik, meghalok. Vagy meghal valaki, akit szeretek. Elmondhatatlanul nehéz teher volt hét évesen ez a szorongató péntek. Kárpótlásul ritkán éreztem nagyobb örömöt, már-már már szent boldogságot, mint szerda reggel az európai foci napján. A puszta tudat, hogy aznap játszani fog a Benfica már előre maradéktalan boldogsággal, az üdvözülés ígéretével töltött el. Egyszer olyan gyötrelmesnek éreztem, hogy iskolában kell lennem, miközben a Benfica Prágában játszik és a tévé élőben közvetíti a mérkőzést, hogy szaggató fejfájásra panaszkodva korábban hazakéreckedtem. Nagyapám otthon volt, és a meccset nézte. A Benfica egy kikapott, és kiesett. Egy gólon múlt, egy gólon, amit nem rúgtak be. Máig emlékszem a sportriporter megjegyzésére. Nyúnyez gyerekességének köszönhetjük ezt a vereséget. Nem is bocsátottam meg nyunyeznek soha. Gyerekességből vereség. Annyi év után még ma is pusztító erővel visszhangzik bennem ez a bírálat. Kihagyni egy gólhelyzetet, mint egy mafla gyerek. Amellett, hogy szerencsétlennek éreztem magam, a külvilágban is apokaliptikusnak mondható események mentek végbe. 1985 rettenetes év volt, tele nagy katasztrófákkal. Nagymamám kezében Bibliával arról beszélt, hogy az idők végezetének jelei ezek. Azáltal, hogy a TV elhozta hozzánk, messzi ismeretlenek halála közelivé, személyes történetünk nyomasztó részévé vált. Úgy belém vésődtek ezek a szerencsétlenségek, mintha megéltem volna őket, mintha körülöttem is szétesne minden, mintha az egész világ pusztulna el. És ez a nagy egyetemes szenvedés, mely összekeveredett a szüleim távol léte miatti hiányérzetemmel, nagymamám türelmetlenségével, a bölcs indiai orvossal, a hármas magánnyal, a sajátommal és a nagyszüleimével. Közben folyton anyám leveleire vártam, és megpróbáltam elérni hozzá erőlködve rajzolt első osztályos betűimmel. Tőle viszont leginkább a hosszú munkanapokról hallottam, hogy azért dolgozik ennyit, hogy nekem jobb legyen, és nagyon hiányzom neki, de írt a kínai főnökeiről is, meg egy algíriai kérőről, és hogy milyen lassan készülnek el a papírjai, és hogy sétált a hóborított esszúrázetben. Világvége betegségben szenvedtem. A mából visszatekintve csodálkozom, milyen nyilvánvaló összefüggéseket nem vettem észre. Más történések viszont, melyek között nincs összefüggés, de időben egymáshoz közelmentek végbe, szükségszerűen, bár diszkréten össze akarnak függeni. Látom át magam a hetedik születésnapomon, 1985. február 23-án. Egyedül ülök a földön a nappaliban és tévét nézek. Anyám 2000 kilométerre tőlem keresi kenyerünket. Meglátod, jó lesz. Később eljövök érted, és magammal viszlek. Ezt mondta, de nem bitt. Hanem júliusban hazajött, letette csomagját a kipufogó gáztól sűrű levegőjű Kazár Ribeiro úti buszpályudvaron, és sírva ölelte magához a csontésbőr kisfiút, mert semmit sem értek az indiai doktor vitaminjai. No, de ezt a magányos gyereket, akinek születésnapja van, és erre csak később jövök rá, mindössze két nap választja el Zsoao Zsorstól, azaz a holtestétől, amely ekkor már második napja fekszik kiterítve a régi bareiroi kórház hullaházában.